egy beat és rock archívum. Ez a 3T korszak, a támogatott, tiltott korszak, ezen fémjelzők, ez az archívum neve is, nem is olyan régtől kezdve. Ez arról szól, hogy fogalmazok, ha össze akarnánk rakni a magyar beat és rock zene történetét azokból a felvételekből, ami hivatalosan megjelent, egy nagyon csonka képet kapnánk, hiszen a 65-70%-a nem jelenhetett meg. Ezek, ha szerencsénk van, megmaradtak a zenészeknél különböző szalagokon, kazettákon, nagyon sok, ennek az archívumnak a 70%-a a tűrt és a tiltott kategóriában van. A 80-as évek elején Csiga Sándor barátommal elkezdtünk egy munkát, konkrétan, ami Bencsik Samu szobájából indult el. Ő elkezdte adogatni nekünk az ő archív anyagait, akkor elkezdtük ezeket feldolgozgatni. Majd ez a dolog Samu halála után egy ideig tetszhalott állapotba került. A 90-es évek elején, amikor megismertük a nyugat-európai bootleg kultúrát, mert Nyugat-Európában van egy olyan, hogy bootleg kultúra, ami azt akarta, hogy egy 70-es évekbeli zenekar koncertjéről valaki készített egy nem hivatalos felvételt, azt általában idővel kiadták valamilyen bakelit lemezen. És ez a kultúra, ez odáig jutott, hogy ma már nagyon komoly gyűjtemények vannak egyes zenekaroknak, mint például a Led Zeppelin gyakorlatilag minden koncert turnénak egy-egy állomásáról van jó minőségű bootleg. Ez Magyarországon abban merült ki, hogy azok a zenekarok, akik nem kaptak lemez készítési lehetőséget, azok vagy maguk a zenekarok támogatták a fiataloknak azon törekvését, hogy rögzítettek koncerteket, vagy maguk is rögzítették a maguk dolgait, és így megmaradtak hangszalagon. Így a feladat a 90-es években úgy nézett ki, hogy nekiálltunk összegyűjteni ezeket a lappangó felvételeket sokszor, már olyan állapotban, hogy egy lejátszás után gyakorlatilag elpusztult a felvétel. Azokat a felvételeket, amiket én korábbi életemből hoztam magammal, azokat is folyamatosan elraktuk. Én dolgoztam annak idején a Dinamit együttesen, még most is van itt a anyagok között olyan Dinamit próbafelvétel, ami rögtön a zenekar alakulása után a Pap Gyula kis szobájában készült házi felvétel. A régi P-box, a Varga Miki féle anyagok hogyan voltak, ugyanazok a nóták, amik később Vikidá Gyulával lettek ismertek, és szintén nagyon jó dolgok lettek volna, vagy voltak, és hallgathatóak és élvezhetőek. Ezek nagyon érdekes szituációkat tudnak hozni, hogy az emberi most így összehasonlítja. Mondjuk ki, hogy például a Zöld, a Bibor és a Fekete című számnak megvan a Varga Miklós féle változata. A Soha nem elégnek megvan a Varga Mikivel elképzelt változata, ami élő egyenesben tökéletesen más, mint ami a Vikidár Gyulával lett, hiszen a Mikire ezt a dalt egy kicsit olyan West Coast-os, Journey-s, Kansas-es feelinggel írták meg. Dallamosabb változatok voltak annak idején a Miklóssal. Eléggé Tolsky, amit most a megjelent lemezek alapján az utókor megtud vagy meg tudna ítélni. Ezért is van szükség erre a tevékenységre, amiből most komolyabban is belefogunk. Ugyanis a lényeges dolgok, amiket az ő szűrőjükön keresztül, az akkori pártállami szűrőn, az Asztél Györgyféle szűrőn keresztül nem felelt meg, azok nem kerültek sehova. Azok nem láthatóak és nem maradnak meg. Viszont léteznek, még mindig föllelhetőek és értékes, sok értékes dolog van közöttük. Mondjuk erre egy konkrét példát. 1973-ban a Skorpió csinált egy nagyon jó műsort Rohanás címmel. A címadó felvétel, a Rohanás című felvétel egészen más szöveggel készült alapból, aztán bekerült a lemezgyár
korifeusai elé, és a szöveget gyakorlatilag letiltották. Itt az archívumban viszont egy 73 decemberi felvétel, amit egyébként Schuster Lórántól kiadtunk, ezen a felvételen ez a verziója van, sőt, van egy olyan szerzemény is, amit a legenda szerint maga Erdős Péter töröltetett le az első lemez felvételről, aminek az a címe, hogy Anyaszív. Megölte az anyját, s a szívét kivette. Ez egy csodálatos Papp Gyula Giulio ballada, Kis József költő versére. És ez a felvétel akkor elpusztult 73-ban, mert letöröltette. A Varga Miki feltette a Varga Miklós Band lemezre, de hát az már ugye nem ugyanaz volt. Viszont ezen a 73-as felvételen, köszönet Kovásznai József gyűjtőnek, ezen a 73-as felvételen rajta van. Egy szó az ívésére, parázosan. Nem ütötted meg magad. Például a P-boxnál is vannak olyan verszakok, vagy olyan változatok, amik nem jelentek meg, vagy másképp jelentek meg, de egyébként ez nem ezen is észlelhető. Például, hogy nem menjünk messzire a Zöld a bíbor és a feketénél, mert az első változatban, amikor még ugye az Átkosban 83-ban ez a lemez, 82 őszén ez a lemez elkészült, akkor még nem lehetett azt megírni, én ugyan megírtam, de Erdős Papa kihúzatta, hogy dörögve zúgnak a betonon lánctalpas éjszakák. És Likidál Gyula volt bent, amikor ezt Erdős egy tolvonással kihúzta, Gyula beírta akkor, hogy dörögve zúgnak a betonon mámoros éjszakák, ettől nekem a hajam az égnek át, mert hogy zúghatnak mámoros éjszakák dörögve a betonon, de azt mondták, hogy nem lehet, hogy, mert hogy mondták, hogy oroszok vonulnak Újpesten hajnalban, harckocsikkal, szó se lehet róla, nem politizálunk, nem politizálgatunk, és kihúzták. Törökben zúgnak a betonon, mámoros éjszakát. Számos egyéb generál, non-stop, Juventus, Scampolo, tehát még a beat korszak legmélyebb bugyrai is képviseltetve vannak ebben az archívumban. És mondom, a gyűjtés az folyamatos. Állami elképzelésekkel találkozott a mi törekvésünk, tehát az állami oldalról is voltak ilyen igények, vannak, tehát ezáltal valószínűleg létre is fog jönni ez a fúzió. Ugyanakkor a másik lényeges a begyűjtésén, összerakásán és korszerűsítésén kívül ezeknek a felvételeknek az üzenet átadása a jövőnek. Reményeink vannak arra, hogy ebből egy közgyűjteményt fogunk csinálni, és ami még nagyon fontos, lévő mind a ketten benne vagyunk azért már a korban, és ebben a korban az értelmiség az kiveszőfélben van, hogy ki tudjuk nevelni egy intézményi kereten belül a saját utódainkat, akik ezt, mint az ászlót újra felemelik, és tovább viszik, ha mi már nem tudjuk csinálni. Tehát mivel én azt gondolom, hogy ez egy nemzeti kincs, ez a magyar 20. századi kultúra szerves része nem pusztulhat el. Én nem tudom, hogyha tulajdonképpen itt maradna a mi esetleges távozásunk után, mi lenne vele, ez gyakorlatilag megjósolhatatlan. Sajnos vannak példák, hogy egyes zenészek, egyes zenész közeli technikai hangmérnökök hagyatéka gyakorlatilag a szemétem végezte. Mi csak reménykedünk abban, hogy a beat és rock zene egy kicsit szerencsésebb csillagzat alatt meglévő népzene, amit azért a 60-as évektől a sebőig felemeltek, és megkapta azt a tiszteletet és azt a támogatást, ugye a táncházmozgalom keretein belül, ami egy szintén egy icipicit a rendszerváltó értelmiség kialakulásának egy vonala lehetett, tehát ott a táncházmozgalom keretében megkapta a Kodály és Bartókon elinduló vonalon a támogatást, valahogy a magyar rockzene a mostani percig egy picit mostoha gyerek. Ugyan elindultak az állam által is támogatott kezdeményezések során, például a Cseh Tamás programon belül előadássorozatok. Csak előadásokat nem lehet úgy tartani, hogy nincs mögötte illusztráció és zeneanyag. És már pedig nincs mögötte. Tehát az, hogy egy pódium beszélgetésre beül
két történész és egy zenész, vagy egy történész, két zenész, bármilyen fölállásban beszélgetnek, ezek nagyon érdekes dolgok, de ez csak ennek a gyönyörű tortának egy pici szelete. Ezt meg kell támogatni azzal a háttértárral, amit egy ilyen archívum képes megalkotni.